Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, attól függően, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani a videó végén, de most az elején mondtam, hogy miért nem tudom, ugyanis képzeld el, ha már 10-szer elkezdtem ezt a mai videót, én azt egy kicsit kijöttem a formából. Most már 3,5, majdnem 4 hete nem volt rendes videó, ilyen vlogos videó, voltam valami ott minden szombaton, de nem vettem fel a kamerát, nem filmeztem, és rettentő sok dolog történt, ugye elköltöztünk a régi helyről. Ahogy látjátok, jelenleg itt vagyok az új helyem, mint a garázsba, majd mindjárt meg is mutatom nektek. De először is mindenkinek meg szeretném köszönni, akik visszajöttek, és újra elkezdték nézni a videót, vagy ugye nézitek a videót. Láttam, hogy a valami ötöt sokan néztétek, továbbra is néztétek. Jelenleg lassan kezdünk elpakolni, de még minden nem a régi, ugye nagyon sok minden mindenfelé van. A mai videóban nem más fog csinálni, nem mutatom nektek, hogy hova költöztünk. Jelenleg vagy látjátok, itt vagyok a garázsban. Nem tudom, emlékeztek rá vagy nem, de kérdeztem tőletek, hogy melyik ház legyen még annak idején, ugye egy pár hete, még mielőtt elköltöztünk. Volt a medencés ház, volt a folyós ház, és volt ez a másik ház, ahol nem volt se medence, se folyó, de nagyon jó áron volt. Kérdeztem tőletek, hogy szerintetek hova költöztünk. A legtöbben azt mondtátok, hogy nem másra költözünk, mint a folyós házra, ugye a folyóra, és a medencés is jó, de medencét ugye nem használnánk ki, a folyós jobb lenne. Nem másra költöztünk, mint a folyós házra, úgy döntöttünk, hogy ide fogunk költözni. Ugye itt van az iskola közelbe, épp ha csak átsétál, mutatom nektek, itt a garázs, oda kisétál a Lukasz, és ott az iskola arra felé. Tehát ezt a házat választottunk, megmutatom nektek még egyszer belülről. Azt mondta a feleségem, hogy nagyon ne videózzak mindent le, ugyanis még mindig mindenhol minden van, de van hozzátok amúgy kérdésem. De mutatom nektek először. Ez a garázs végül is. Látjátok, beálltam az autóval, sikerült megmostom. Az a baj, hogy megrett az eső. Tegnap megrett az eső, tegnap délután, és ma esett egész nap. Az autó tiszta víz lett, de legalább meg tudtam mosni, ki tudtam porciózni. Beraktunk mindent ide a garázsba, például a biciklit, aztán azt a másik biciklit. Ott vannak a Mazdának ugye a kerekei. Itt van a hajóm, ami, nem tudom, hogy ezt mutattam-e vagy nem. Ez az a felfújhatós ilyen vitorlás hajó. Én azt hiszem, hogy egyszer már mutattam nektek, de nem vagyok benne biztos. Majd megmutatom, ugye, és most ugye itt lakunk a folyón, le tudom vinni, vagy ki tudom vinni, és na minden, majd felfújom, és megmutatom, hogy hogy néz ki. Csak nem tudok vitorlázni, az a baj. Aztán itt vannak a jackik, ugye ezek az életmentő cuccok, meg a garázsos dolgok, ami nem olyan túl sok, ugyanis amikor elköltöztünk a házból, akkor nagyon sok mindent eladtunk, amikor beköltöztünk a lakásba, nem fért ugye be, és nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszaköltözünk. Úgyhogy most sok mindent kell mondani, kell venni egy fűnyírót, meg ilyen hasonló dolgokat, ilyen kerti dolgokat, amit annak idején mind eladtunk. Most vissza kell vásárolni, le tudjam nyírni a füvet, ugyanis van egy udvar, amit meg fogom nektek mutatni, lehet, hogy nem ma, mert ugye esik az eső és tiszta víz, minden. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint bemegyünk, és megmutatom nektek nagyjából, hogy hogy néz ki. Bár lehet, hogy emlékeztek rá, meg majd lesz hozzátok egy kérdésem, de nem mindent, ahogy mondtam, ugyanis a feleségem azt mondta, hogy mindent nem szok megmutatni, mert még mindig minden rendetlen. Lehúzzuk a garázsajtót, nem tudom, hogy emlékeztek rá vagy nem, de itt van bejárat. Vettem ezt amúgy a szemüveggel annak idején, itt van ez a fehér valami, amit a mai napig nem tudom, hogy ez mire jó. Aztán itt van a bejárat, nyitni kell, ugyanis be van zárva az ajtó, hogy nehogy véletlenül a Davis ugye ki tudjon jönni, mert nyitja az ajtót és kijön, és nincs még kerítés. Szóval! Ajtót bezárjuk. Általában be szokjuk most fordítani ilyen kulcsa, ugye ahogy mondtam, mert a Davis fogja, kinyitja és nehogy véletlen kimenjen. Hogy megjött az ősz, az időjárás ilyen, ahogy mondtam, ilyen kicsit ilyen esős, nincs ilyen túl hideg még, de most már kezd hidegedni. Úgyhogy mutatom nektek, ez itt a nappalink, ahogy látjátok, ott van kint a kajak, ugyanis ott a víz lent szemben, mutatom nektek. Hogyha emlékeztek még rá, ott az a szép hajó, a szomszédnak az a szép hajója, és itt van egy ilyen lejáró a vízhez, majd ingyen azt is megmutatom nektek. Amúgy kifestettük az egész lakást, házat, ugye ez nem lakás, ha már felkapcsoljuk a villanyt, képzeld el a villanyt, ilyennek kell felkapcsolni, és ott világít. Aztán mutatom, még mi más lehet csinálni. Rá lehet adni a hangot, nem a hangot, a fényerőt. Látod? Lehet itt tekergetni, és le, fel. Ez abban jó, hogy este, amikor a Davis elmegy aludni, mert tévét akarunk nézni, ugye ott a tévé, lealakítod, vagy leveszed a fényerőt, és azért lehet látni, tehát nem kell külön kis lámpa. Na minden. Amit mondtam, kifestettük az egész házat, a falakat, kifestettük ezeket az ablak kereteket, ugye ezeket a frémeket lefestettük, ugyanis rettentően ilyen
Lehet, hogy a videón annyira nem láttátok, de koszosak voltak a falak. A szőnyeget azt ugye nem cseréltük ki. De akarunk majd venni egy ilyen szőnyeget. Tehát nem ilyen rendes szőnyeget, amit csak ide raksz, ugye. És ide a nappal is része, hogy a Davis rá tudjon ugye feküdni, meg hemperegni, mert nagyon szeret rajta. Úgyhogy mutatom nektek, ez az ebédlő, ide raktuk be az ebédlőt, aztán hátul ott van, mutatom. Nem más, mint a Lucas meg a Davis éppen játszanak a PlayStation-en. Na, szervusz! Na, mi a helyzet? Hello! A Lucasnek megnőtt közben, hallj egy kicsit. Davis nem más csinál, mint nézi a Lucas-t, hogy hogy játszik. Mindig nincs úgy elpakolva minden, még mindig rendetlenség van. Aztán mutatom nektek. Nézd, lekakkantottam a madár. Lucas, látod? Az ablakunkat kívülről látod, vagy hogyan? Én el nem tudom képzelni. Biztos, hogy repült, és így röptép. Na, minden. Amúgy ott a másik hajónk, kajakunk, ugye, Davis? Ja. És itt le tudod vinni a vízhez, a víz ma egész jól lent van. Általában itt szakadt körülbelül itt fönt lenni, ahogy látjátok. A múltkor amúgy kivittük a kajakot a Lukösszel egyik délelőtt, ugye? Most szombaton. Jó volt, mentünk egy kört, aztán visszahoztuk. Amúgy ott a lakásunk, ott szemben, látjátok? Ott laktunk a negyediken, honnét elköltöztünk. És megyek tovább, mutatom nektek, jelenleg itt van a számítógépes asztalom, ahol még nincs rajta a számítógép. Majd lesz egy kérdés ezzel kapcsolatban. Amúgy a Davis is játszik, csak neki van egy ilyen irányítója, ugye? Ilyen távirányítója, ami nem irányítja a tévét, ő csak úgy nyomogatja és azt hiszi, hogy együtt játszanak. Ja. És nem lehet neki a rendes távirányítót. Aztán megyek tovább, itt van a konyha. Ahogy látjátok, abban nem mehetek be, azt mondta a feleségem, a konyhában nem filmezhetek. Ugyanis még mindig minden van ott sok felé. Ugye bemek erre a hátsó része. Ott van bent a WC, itt van ez a fürdő, mosókonyha. Azt mondták, itt sem filmezhetek, mert sokkal rúgom még mindig mindenhol. Ugyanis ugye nem tudott mosni a feleségem egy darabig. Várjál, sötét van itt ebbe. Hát ott egy lámpa. Minden, menjünk tovább. Itt van a fürdő. Ahol nem mehetek be, azt mondták, hogy sem mehetek be, ugyanis még ott is sok minden dolog van. A Lucas szobájában ma bemehetek. Tegnap, képzeld el, még mindig mindenhol volt minden, de most már el lett pakolva. Nagyjából, ugyanis az egész szoba tele volt mindenféle fajta dologgal, de főleg DVD-kkel. Ja, de te ide nem jelz, mert mind a földön vannak ilyen dolgok. A Lucasnek azok a nem tudom micsodája, amiket gyűjt. Aztán megyek tovább. Ez a Davisnek a szobája, ami egy kicsit rendetlen, ugyanis a Davis játszik benne, még nem itt alszik, ugyanis még mindig ott alszik mi velünk, ott a bejárat, ott a garázsból bejöttünk az előbb. Mi a helyzet? Mit nyomogatsz? Hola. Na gyere, megyünk tovább. Menjünk tovább kifele. Ugye az összes lámpa, vagy nem az összes, a legtöbbje, ilyen húzogatós. Így fel kell, meg kell húzni, és ég. Hoppa. Ott, látod? Hogy ez miért jó? Nem tudom, miért nem lehetett kapcsolót rakni? Na mindjárt, nem reklamálok. Ne zárd az ajtót, mert nem tud, fogsz tudni kijönni. Ja, gyere, ezt is lekapcsoljuk. Yes? Nem kapcsoljuk le. Hol a lámpa kapcsoló? Itt a lámpa kapcsoló, meg kell még azt is szokni. Az volt. Úgyhogy, itt egy másik szoba. Ez jelenleg a Davisnek a második játszószobája. Ez is nagyon rumlis. Azt mondták, hogy ezt sem mutassam meg. Aztán itt van elől. A bejárat mellett ott bejöttünk, a mi szobánk, amit megint csak nagyon nem tudok nektek megmutatni, azt mondta a feleségem, de átlenni át tudok rajta, a villany fel tudom kapcsolni. És megmutatom ezt a hatalmas fürdőszobát, amit mi jelenleg nem használtunk. Már itt is van sok lámpa, itt át kell menni ezen a... Ahol vannak a ruhák? Szekrényen. Amúgy itt egy ablak. Ami most le van húzva itt a roló. Na várjál, bejöttünk ide a fürdőbe, és megtaláltuk a villanykapcsolót elsőre. Ez igaz a hatalmas nagy fürdő, amivel nem zuhanyoztam. Ott a zuhany, és hogyha beleállsz, nincsen benne ilyen, minek hívják? Tükörnek, nem tükörnek, üvegnek. Tehát itt kell zuhanyozni, és a víz megy mindenfelé, oda kifelé, befelé, mindenfelé. Furcsa lesz, én szerintem. Amúgy ezt is előtt ki a feleségem, ki akar ilyet takarítani rendesen, mert idáig még nem jutott el. Aztán itt egy ilyen nagy fürdőkád, ilyen lukas fürdőkád, nem tudom, na mindjárt. Úgyhogy megyünk kifele. Annyi villanykapcsoló van, látod itt a falon, hogy sokszor nem találom el, hogy melyik kapcsoló. Amúgy itt is az összes ajtó le lett festve.
ezeket apukám festette. Már lehet, hogy az pont nem csak ezt. Na mindegy. Ezt is behúzzuk, a villanyt lehúzzuk. Kicsit ilyen bonyolult ez az. Tehát először, hogy ide költöztünk, nem tudom, úgy tűnt, hogy rettentő nagy ez a ház, de hogy most így bent lakunk, nagy, de nem olyan nagy, mint amit gondoltam, hogy nagy. Nagy-nagy, rettentő nagy, de nem olyan nagy. Tehát el vagyunk benne. Néha nem találjuk meg egymást, mert akkor kiabálunk. Például, hogyha a Lucas vagy a Davis ott van benne elől abban a szobába, meg itt hátul vagy valamerre, akkor kell egymásnak ügölteni. Na várjál, például Lucas, hol a Davis? Ott, nézi a tévét. Látod? Nyuszi, mit csinálsz? Ülj le ide. Hallod? Oda. Gyere. Nagyon közelről nézz a tévét. Gyere. Még mindig az a szokás, hogy rettentő közelről nézi a tévét. Úgyhogy még egy időben le fog tartani, még elpokolászunk. Vigyázzál. Egy jó pár napba, lehet, hogy egy hétbe, lehet, hogy még kettőbe is. De ma van az első olyan nap, hogy nem csinálunk szinte sem, nem csinálunk valamit, de nem kell futni sehova se, kivéve 20 perc múlva nem máshova, mint hova menjünk ma? Mozihoz. Moziba megyünk, nem máshova, én a moziba. A Lucas rettentő régóta el akart már menni mozibont, hogy nézzük meg azt a Fast and the Furious 8-at, ezt a Fast 8-at, azt nem néztük meg, mert ugye költöztünk most meg, de nem mást, mit nézünk ma? A Guardians 2-t fogunk ma megnézni a moziba, ugyanis van az első olyan nap, hogy végre voltunk, mert nem kell rohannom sehova se. Kivel kellene pakolni. Mi történt? Mit mondasz? Ráültél és megbántott a lábodat? Hát vigyáltál. Na, kiszed be rá. Na, most így már mindjárt jobb. Jaj, oda fogunk elmenni, és azért gondoltam, hogy ma elkezdek videózni. Aztán, amit akartam tőletek kérdezni, ez a számítógépes asztalom van. Akarok venni egy ilyen nagyobb asztalt, egy ilyen nagyobb számítógépes asztalt azért, hogy a Lucas, a Davis-el el tudjam pakolni a cuccaimat, például hard drive-okat, ugye, meghajtókat, memory kártyákat, hasonló dolgokat, minden egy helyen legyen, egy ilyen nagyobb asztalt szeretnék venni, csak nem tudom, hogy hova tegyem. Tehát, hogyha nagyobbat veszek oda, befér, de lehet, hogy kitakarja az ablakot. Gondoltam, hogy ide rakom, erre a falra, ugye, hogy itt legyen minden egy helyen, és az a baj, hogy volt itt ez a kicsi asztal, körülbelül egy pár napot, és rettentően sütött a nap, és a napon itt bejött, megvilágította, és semmit nem láttam a képernyőben, vagyis legalábbis nagyon nehezen láttam rajta, tehát le kellene húzni ezt a rollót itt hátra, hogy ne süssön be a nap. A kérdésem hozzátok, szerintetek hova rakjam a számítógépes asztalomat? Gondoltam, hogy berakom oda, abba a szobába, ahol a Davisnek a játszószobája van, a második ugye, ugyanis kettő van neki jelenleg, és a játékai átmennének, amúgy itt a kezemben. A játékai, ezek a játékok átmennének oda az első szobába, ezt pedig átalakítanánk egy ilyen számítógépes, filmes szobának, tehát hogyha akarok valamit filmezni, ugye nyugodtan ezeket az ajtókat be tudom rakni, csukni, de a játékai ugye innét elmennének hátulra. És nem tudom, hogy egyedül oda elmenne játszani, vagy nem. Néha most amúgy elmegy oda játszani, de nem tudom, hogy ötlet lenne, vagy nem. Úgyhogy gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, hogy szerintetek hol lenne jó helye egy számítógépes asztalnak. Mutatom. Oda gondoltam, hogy még oda teszem, amit képeket kell rakni a falra, mert még a falok rettentően üresek, hogy látjátok, ilyen egyhangúak, sehol semmi még. De nem akarom berakni ide a konyhába, vagy az étkezőhöz, mert nem tudom. Vagy pedig maradott hátul, és az ablakot kitakarja egy nagyon picit. Nem tudom. Vagy pedig mégiscsak itt ezt kitakarítjuk, és átalakítjuk számítógépes játékos szobának. Úgyhogy ha valakinek van valami ötlete, akkor ide a videó alá nyugodtan megírhatjátok. És majd a hét végén, vagy jövő héten valamikor nézek egy ilyen számítógépes asztalt valahol. Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani, sziasztok!